Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Kedves testvéreim! A mai szentmisénket a Hozsonna énekeskönyv 222-es énekének első verszakával kezdjük. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkedre. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, a Média Apostolok közösségi szentmiséjén. Ezt a szentmisét csütörtökönként mindig az Apostol Televízió kedves nézőiért, támogatóiért, az értünk imádkozókért, az apostolkodó tanúságtevő testvéreinkért ajánlom föl, és az ima szándékaitokra, amelyeket szívetekben hordoztok, vagy közzétettetek az Imalánc című nyilvános műsorunkban, élőadásunkban. Most is ilyen lelkülettel és szándékkal ajánlom fel, értetek a szentmisét, köszöntve mindazokat, akik itt vannak a gazdagréti Szent Angyalok templomban, vagy pedig otthonaitokban, akik bekapcsolódtok az eukarisztia ünneplésébe. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és silasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Mindenható örök Isten, hadd, hogy mindenkor őszinte szívvel
és készséges akarattal szolgáljunk fölségednek. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent Lecke Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, meghajtom térdemet az Atya előtt, tőle származik ugyanis minden közösség az égben és a földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy lelke által megerősödjetek benső emberré, hogy a hittel Krisztus lakjék szívetekben, s gyökeret verjetek, és alapot vessetek a szeretetben. Akkor majd fel tudjátok fogni az összes szenttel együtt, mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység. Megismeritek Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét, és beteltek az Isten egész teljességével. A végtelenül hatalmas Istennek pedig, aki hatalmával bennünk működik, és mindent megtehet azon felül is, amit kérünk vagy megértünk, legyen dicsőség az egyházban és Jézus Krisztusban minden nemzedéken át, mindörökké. Amen. Ez az Isten igéje. Isten örökké. Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon. Keresztséggel kell megkereszteltetnem, mennyire várom, hogy ez beteljesedjék. Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre. Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között. 3-2 ellen és 2-3 ellen. Szembe kerül apa a fiával, s fiú az apjával, anya a lányával, és lány az anyjával, anyós a menyével, s menny az anyósával. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvéreim, itt Gazdagréten és otthonaitokban, felolvasva s egyúttal, hallgatva az Úr Jézus üzenetét, a mai evangéliumot, eszembe jut a nyári argentinai lelkipásztori szolgálatom, amelynek során az egyik augusztusi vasárnapra ez az evangéliumi szakasz került elő, az volt a soros evangélium, és olyan közösségekben kellett szolgálnom azon a vasárnapon, ahol ugyan magyar származású testvérek voltak, de már nem igazán tudtak magyarul, vagyis csak tolmács segítségével
tudtam az ige hirdetést is végezni. És kedves élmény maradt számomra, hogy aki segített éppen akkor a tolmácsolásban, az teljesen megütközött, hogy milyen nehéz erről beszélni, vagy ezt ebből valami jó gondolatot kihozni ebből az evangéliumi részből, meg hát félt attól, hogy majd nehezen tudja jól fordítani spanyol nyelvre ezeket a gondolatokat. Hát azért megbirkóztunk az evangéliumi szöveggel, bár magyar nyelven is nagyon elgondolkodtató az Úr Jézusnak az üzenete, aki fölteszi a kérdést, hogy vajon azt hiszitek, azt gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békét hozzak a földre. Nem, hanem szakadást. És aztán felsorolja a családi kapcsolatokat, a megosztottságot, amelyek még a legszerettőbb emberi közösségben is előfordulnak ő miatta. Hát hogyan kell ezt helyesen értelmezni? Helyes megoldásként arra kell gondolnunk, egybevetve természetesen a mai Szent Leckének üzenetével, Szent Pál efezusi levél részletével, arra kell gondolnunk, hogy az Úr Jézus következetes elfhű követőket hív magához és küld a világba. Szent Pál is azért imádkozik a hívekért, hogy meglegyen nekik a belső látás, és azt mondja, azt hallottuk, hogy adja meg dicsőségének gazdagsága szerint, hogy lelke által, vagyis a Szentlélek által megerősödjetek benső emberré, és a hittel Krisztus lakjék szívetekben, és gyökeret verjetek, és alapot vessetek a szeretetben. Vagyis a Szentlélek formálja a Krisztust követő emberek szívét, hogy következetesek, elfhűek legyünk. Azt lehet mondani tehát, hogy az Úr Jézus nem a közömbösség, a hamis tolerancia magyarul, a hamis elfogadás közömbösségével éljük az életünket, ahogy nagyon sok keresztény is gondolkodik, hogy hát mindegy, hogy ki miben hisz, vagy hogyan hisz, meg saját magunkról is sokszor gondoljuk, mi keresztények, katolikusok, hogy magunk módján lehetünk keresztények. Hát ez így nem igaz. A keresztény ember következetesen az Úr Jézus tanításához, küldetéséhez igazítja az életét, és ő hozzá akar hűséges lenni, és a saját emberi elveit, a világnézetét, az erkölcsi rendjét az Úr Jézus tanítására építi. És ilyen értelemben, hogy Szent Pál is imádkozik, hogy a hívek legyenek lelki emberek, mégis előjön belőlünk mindenféle kísértés, testiség, önzés, szenvedély, és az ösztönös emberi vágyak ellene mondanak Jézus tanításának és az ő követésének. És ezért van az, hogy ilyen módon még az együtt lakók, egymást szeretők, a családi kötelékekben összetartozók is szembe kerülnek egymással. Mert felülkerekedik az önzés, felülkerekedik a személyes vágy, törekvés, minden nagylelkűségnek, a szolgáló szeretetnek. Vagy pedig, ahogy előbb említettem, úgymond a békesség kedvéért elhallgatjuk az igazságot, vagy háttérbe szorulunk a krisztusi elvekkel. De ez sem a béke állapota, hogy hallgatunk otthon a családban, mert nem merjük kimondani Jézus Krisztus szándékait egymás előtt. Ez sem béke, hanem ez az úgynevezett hamis elvtelenség, az elvtelenség hamis nyugalma. Az Úr Jézus következetes követőket hív, és így az emberek véleménye,
megoszlik a világ dolgaiban, a világ értékrendjében, mert akik Krisztushoz ragaszkodnak, azok nem tágíthatnak attól a tanítástól, amit a mennyei atya küld az embernek, a küldöttje, az egyedüli közvetítő Jézus Krisztus által. Azt mondja az Úr Jézus az utolsó vacsorán, hogy azt hagytam rátok, amit kaptam, és amit a mennyei atyától hoztam, nem hívlak többé szolgának titeket, ha barátaimnak mondalak benneteket, ezt mondja az apostoloknak, mert mindent tudtul adtam nektek, amit atyámtól hallottam. A krisztusi ember az Isten szándékait ismerheti meg, és milyen fontos ez a teljességre utaló, határozó szó Jézus eme mondatában, hogy mindent tudtotokra adtam. Vagyis teljes nyíltsággal, és az isteni élet belső titkait is előttünk feltárva, legalábbis ami ránk vonatkozik, és most még az emberi életünkben megismerhető, hát így adja át az Úr Jézus mindazt, amit a mennyei atya üzen nekünk. Hát, hogyha megismertük a Jóisten akaratát, akkor van helye az emberi okoskodásnak, a kételkedésnek, hogy mi felülvizsgáljuk, vagy felülírjuk Isten akaratát. Hát beláthatjuk, hogy ennek nincsen helye, hanem csak a következetességnek, az elfűségnek van helye, ami miatt az eltérő emberi vélemények fennállása esetén előfordul a békétlenség, a széthúzás Krisztus miatt, az Isten akaratának követése vagy elutasítása miatt. Hát ezt a nem könnyű, a szembenállásra, megoszlásra vonatkozó szentírási részt így tudjuk jól, helyesen értelmezni. Mi azt tesszük, amit a Szentlélek eszünkbe juttat Jézus ígérete szerint. Arra kell figyelnünk, hogy a lélek eszünkbe juttat mindent, amit az Úr mondott nekünk. Képesek lehetünk az ő szándékai követésére, csak rajtunk múlik, hogy elfűek, tiszta szívűek, a lélek vezetése alatt állók maradunk-e. Amen. Kedves testvéreim, most bízó lélekkel kérjük az Atya Isten irgalmát magunknak, valamint távol lévő és gondokkal küzdő testvéreinknek, a velünk imádkozóknak, média apostolainknak. Hogy a keresztényeket megerősítse hitük álhatatosságában és egységében, kérjük Urunkat. Kérjük, hogy minden népnek megadja a szeretetben és az igazságban gyökerező békét és igaz egyetértést, kérjük Urunkat. Kérjük, hallgass meg minket. Hogy ébresszen papi és szerzetesi hivatásokat a lelkekben, és küldjön sok munkást szőlőjébe, kérjük Urunkat. Kérjük, hallgass meg minket. Hogy ifjúságunk megőrizze a tisztaság erényét, a családok pedig békében és egyetértésben éljenek, kérjük Urunkat. Kérjük, hallgass meg. Hogy minnyájunkat, akik ebben a közös áldozat bemutatásban részt veszünk, és távol levő testvéreinket is elvezessen országába, kérjük Urunkat. Kérjük, hallgass meg. Tegnap délután meghallgathattuk a média apostolok ima szándékait, az apostolok fórumán én is egy kedves testvérünk kéréseit átvettem nehézségében, betegségében, és most ezért imádkozunk, hogy média apostolaink, a velünk imádkozók és értünk imádkozók, áldozatot hozók kéréseit, hálaadását tetszéssel fogadja, kérjük Urunkat.
kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy elhunyt szeretteinket, támogatóinkat, lelkipásztorainkat viszont láthassuk a boldog feltámadás dicsőségében, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, tekints megengesztelődve hozzád könyörgő népedre, amely nélküled nem maradhat meg, ezért irgalmadban bizakodik. Állj mellette bőkezű jóságoddal, és úgy enged boldogulni itt a földön, hogy elnyerje az örök életet Krisztus, ami Urunk által. Amen. Folytatjuk a 222-es éneket. Köszönhetek testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Adja el az Úr kezedből ez áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára. Kérünk Istenünk add, hogy ajándékaidat készséges szolgálattal hozzuk eléd. Kegyelmed segítségével tisztítson meg minket ez az áldozat, amelyet bemutatunk neked, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, hogy hálát adjunk, és dicsőséges és dicséret himnuszát énekeljük neked, Urunk végtelen jóságú Atyánk. Te szent fiad evangéliuma által fiaidat az egyház közösségébe gyűjtötted, minden népből és nyelvből. Szent lelked erejéből él ez az egyház, és egységben kapcsol össze minden embert. A te szeretetedről tesz tanúságot, és mindenki előtt megnyitja a reménység ajtaját. Így hűséged jelévé lesz az egyház és ígéreted záloga, melyet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban minden időkre adtál. És ezért minden mennyei erővel együtt itt a földön szüntelenül ünneplünk téged, és az egész egyházzal egységben zengjük, szent vagy és dicséretre méltó, emberszerető Istenünk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. Valóban áldott a te szent fiad, aki jelen van közöttünk, szeretete egybegyűjt minket. Magyarázza a szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak. Irgalmas atyán, kérünk tehát téged, küld el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje,
hogy legyenek számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére. Ő ugyanis a kínszenvedése előtti estén az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, hálát adott neked, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Megemlékezünk tehát, szent atyánk, Krisztusról, a te fiadról, a mi üdvözítőnkről, akit a szenvedés, a kereszthalál és a feltámadás által vezettél el a dicsőségbe, és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, amíg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egyházad áldozatára, amelyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát bemutatjuk neked, és add, hogy szereteted lelkének ereje által, mi, akik fiad testét és vérét magunkhoz vesszük, most és az örökké valóság napján az ő tagjai közé számíthassunk. Újítsd meg, Urunk, egyházadat az evangélium világosságában, erősítsd meg az egység kötelékét a hívek és a papság között, egységben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és segédpüspökeinkkel, és az egész püspöki renddel, hogy néped ebben a széthúzástól megtépázott világban az egység és az egyetértés prófétai jeleként ragyogjon. Emlékezzél meg, Urunk, elhunyt testvéreinkről, a templomunkban nyugvó hívekről, akik Krisztus békéjében hunytak el, és minden megholtról, akiknek hitét egyedül csak te ismerted. Bocsásd be őket arcod fényének örömébe, és a feltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi utunk véget ér, védj fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk, együtt a boldogságos Szűz Máriával, az apostolokkal, a vértanukkal, szent angyalaiddal és minden szenteddel. Hadd, hogy velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szent Lélek által, ezért mondjuk bizalommal: mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten maradjon. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékolva jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Kedves testvéreim, a szentáldozás közben a Hosanna imakönyv 139-es és 140-es énekét énekeljük. Thank you.
Pedig kedves testvéreim, a lelki áldozás imájával kérjük az Urat, töltse be azok vágyát, akik otthonaikban vannak, és média szolgálatunkkal kapcsolódnak be a Szent Misébe. Szentségi módon nem tudnak szent áldozáshoz járulni, de találkozzanak szívük mélyén az Úr Jézussal. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben, neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Könyörögjünk. Kérünk, Urunk Istenünk, gazdagíts bennünket mennyei ajándékot gyakori vételével, hogy a mulandó javak segítsenek, az örök javak pedig tökéletesítsenek minket. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, október hónap, a szűzanya őszi hónapja, és nap mint nap gondolunk arra, hogy égi édesanyánk jó példát ad nekünk Krisztus követésében, a következetes, elfhű Krisztus szolgálatban, és ugyanakkor anyai jóságával segít minket. Így most jelenlévő testvéreim, és az Apostol TV, a Hegyvidék TV nézőinek közösségére a szűzanya oltalmát is kérem, és kérjük a 195-ös ének első és második versszakával, és ezt a jó szándékot a szűzanya oltalma alatt erősítse meg most a Jóisten áldása. Az Úr legyen veletek! És a teremtetek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen! Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Istennek legyen hála! Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légyoltól hallunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére kerüljárnak a világban. Isten erejével taszítsd vissza a kárhozatra élve. Amen. Jézusom szent szíve, remélek és bízom benne. Szűz Mária kegyelmek anyja, könyörög érettünk. Magyarok szent őrangyala, könyörög érettünk. Szent Pió és Szent Sárbel atya, könyörögjetek érettünk. Mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörögjetek érettünk.